Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy éki üzenet a Bibliából. Nem csak ez a forrás van számotokra, hanem küldök képeket is. Ha becsukom a szememet, megjelenik egy kép előttem, ami nem mozog. Olyan, mint egy képes lap. És én úgy érzem, ezek a képes lapok, ezek az üzenetek nem csak nekem szólnak, hanem neked is, és én ezt átnyújtom számotokra. Ha kérni akarsz egy személyes üzenetet, ennek is megvan a lehetősége, akkor kérlek írj egy e-mailt, a díjam 4000 forint, és akkor kapsz egy személyes üzenetet a Bibliából. De visszatérve a képekre, a mai napon volt egy képes lap, amin látható volt egy fehér nyuszi. Ez a nyuszi úgy ugrott előre. A háttér fekete volt, tehát a képes lap nem színes volt, hanem fekete-fehér. Lehet, hogy most így kell gondolkodnunk, nem kell másokhoz alkalmazkodni, hanem koncentráljunk a lényekre. Vagy így, vagy úgy, igen, vagy nem. Fekete vagy fehér. Mivel a nyuszi ugrott előre, ez azt jelenti, legyünk bátrak, és legyen mozgás, ugorjunk mi is előre, vágjunk bele valamibe. A nyuszi az szimbolizálja a nyereményeket is. Itt lehet egy üzleti kapcsolat, egy jó kezdet és nyeremények. Hogy látod te ezt? Leírhatod a kommentárba. És most kinyitom a Bibliát. A nyakláncom bizonyos szavaknál kimozdul. Eközben kapok gondolatokat is, és így alakul ki ez a kommunikáció. Van nálad egy gondolat, vagy egy terv, ami foglalkoztat téged, ez előnyös, ez jó számodra. Vannak, illetve voltak ellenségek, de ezektől te most eltekintesz. Maradj a te saját életednél. Maradj a sors utadon. Legyenek magas tervek, hiszen most megvan arra a lehetőséged, hogy te ezt elérd. Gondolj mindig a napra, mert a nap felett tudsz uralkodni, és ez a jövőd. Háború van a környezetben, de ők cselekedni fognak. Már vannak tárgyalások. Van, aki a békét akarja, vannak bizony emberek, akik a háborút folytatni szeretnék.
Jelenleg még nem tudnak megegyezni egymással, még vannak viták. De lesz egy csodálatos jövő. Nem jelenleg, nem a közel jövőben, de néhány éven belül itt béke lesz. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender rá!